gondolatokkal és nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket a tartományi tanács nevében. És szeretettel köszöntöm Kis Vigó László püspök atyát, és még várjuk magunk közé polgármester asszonyt is, és megérkezett közben. Isten hozott Farkas Erzsébet, Farkas Éva Erzsébet polgármester asszonyt szeretettel köszöntöm, és az ő jelenlétük megtisztel bennünket, és kifejezi azt, hogy mi most a Szeged Család Egyházmegyének és Makó városának vendégei lehetünk ezen a szép két napon. Konferenciának idei mottója, hogy Isten országa köztünk van, és mégis eljövendő, és ahogy érkeztetek, látom az arcotokon, hogy már erről tapasztalatot szereztetek útközben, jól utaztatok remélem, és én már itt vagyok tegnap óta, és kézzelfoghatóan megtapasztaltam, hogy a szignumos kollégák sürgődődése és jó hangulata közepette itt van Isten országa közöttünk, és bízunk benne, hogy eljövendő, egy nagy táblata van ennek a konferenciának. És hogyan is máshogy kezdhetnénk el egy konferenciát, aminek ez a mottója, hogy Isten országa köztünk van, hanem az Isten házában, az oltár körül, és áldást kérve az Úrtól erre a konferenciára, mindarra, ami történni fog, és az ő kegyelmével megnyitjuk most a szívünket mindannak az ajándéknak, amit tartogat számunkra. Hogy kérem akkor püspök atyát, hogy ennek jegyében mutassa be a szentmisét, és köszönöm az iskolai hittanár atyáinak, hogy egész éven át mindig velünk vannak a liturgiában, és most is ez ünnepi alkalom van. Gyónak mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat létkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és ismással. Én végkem. Kérem ezért a boldogság mindenkor szeretettel, Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettel, Urunk Isten. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezesse le az örök életre. Amen. Thank you.
dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, és szeretetettől se élet, se halál el ne szakítsa minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökké. Amen. Szent Lecke, Szent János apostol, második leveléből. Testvéreim, igen örültem, hogy olyanokat találtam köztetek, akik az igazság útján járnak, amint az Atya parancsolta nekünk. Most arra kérlek titeket, a közösség tagjai, hogy szeressék egymást. Ezzel nem új parancsot írok nektek, hanem az, amit már kezdetben kaptunk. A szeretet abban áll, hogy az Úr parancsai szerint cselekedjünk. Parancsa pedig az, amit kezdettől fogva hallottatok, szeretetben éljetek. Sok hamis tanító lépett fel a világban. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus emberi testben jött el közénk. Az ilyen ember hamis tanító és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy amit már elértetek, el ne veszítsétek, hogy teljes hatalmat kapjatok. Aki eltér Krisztus tanításától, és nem tart mellette, az nem mondhatja magáénak Istent. Aki viszont kitart a tanítás mellett, abban él az Atya is, meg a Fiú is. Ez az Isten ígéje. Isten. De érdekes módon a szeretetről beszélnek azok is, akik
hirdetik, vagy kötelezővé tennék a távolságtartás minden értéktől, keresztény értékektől is, és valamiféle filantróp humanista szeretetről beszélnek, ami azért egyre nyilvánvalóan ellentmondás. És a pedagógiában is tapasztaljuk azt, a szemléletet, hogy a szeretet a legfontosabb, és minden más ehhez igazodik. Mindez sok szempontból igaz és természetesen nem mindig tűnik hitelesnek, de azért világosan látunk el, és erre figyelmeztet János a mai első szentírási olvasmányban, hogy nem akármilyen szeretetről beszélünk, hanem Krisztus szeretetéről. Ami azt jelenti, hogy arról a szeretetről, amely ő szeretett bennünket, és amelyet ha viszonozunk, akkor bekapcsolódunk az Isten életébe, és ebben részesítünk másokat is. Ez az igazi szeretet. Ezt lehet tudatosan élni, lehet spontán is, hisz valódi szeretet csak egy van, aki próbálkozik szeretettel, az előbb-utóbb csak rátalál a helyes útnak. De ez a szeretet akkor hiteles, mondja ő, amikor tettekkel párosul. Jól ismerjük az ő sokszor már szinte unalmas ismétlését János érte azzal kapcsolatban, hogy ember és Isten szeretet elválaszthatatlan. Hazudik az, aki azt állítja, hogy szeret Istent, akit nem lát, embertársait, akit pedig lát és szagol, azokat meg nem szereti. Önellentmondás. De az Isten szeretete, valódi szeretetben két szempont van, illetve egyet említ, amely igazolja valódiságot, hogy Krisztust ismerni kell, az ő hitét birtokolni kell, amit ajándékba kap. Azt mondja, hogy aki nem hisz Krisztusban, az nem szereti, vagy nincs szeretet, nem is tudom a Krisztusi szeretet. És ez az a töbletünk, ami azért egész más minőségileg, nem csak a mennyiségi változások csapnak át minőségibe, mint a marxista filozófiában, hanem egészen más, mint amiről sokan beszélnek. És ezért olyan fontos, hogy nem csak a szeretetet kell hangsúlyozni, hanem akár kimondottan azok számára, akik tudatosan Krisztus követői, vagy akár implicit módon azok számára, akik nem azok, netán nem is szándékoznak azok lenni, mégis a mi szolgálatunkat kérik, ők is találkozzanak Krisztussal, mert az ő ismerete és az ő hite nélkül nincs igazi szeretet. És ma Úri Szent Márton ünnepe is van, azon gondolkodunk, hogy éppen ebből az alkalomból, hogy az ünnepi szemésével megkezdjük konferenciát, a nevelési konferenciájukat, vajon milyen üzenetet tudunk kiolvasni. Mindannyian ismerjük az epizódot, a köpenyét megosztja és odaadja a rászorulónak. Az irgalmasság évét zárjuk épp egy hét múlva, nagyon összefügg Szent Márton életével, karizmájával, sok más mellett. Ja, és az irgalmasság cselekedetekről beszélünk, amelyek hagyományos megfogalmazásban a test és lelki cselekedetek, amelyeknek az a lényege, hogy Jézus azonosítja magát minden emberrel, aki valamilyen szükségben szenved, nyomorúságot visel el, igazságtalanság áldozata, és ha bárkinek teszünk valami jót, akkor az olyan mondja, amit neki tennek, magát azonosítja. Ez mondjuk egy pedagógus, egy nevelő, egy tanár szempontjában is nagyon érdekes. Azt mondjuk természetesen, hogy az egyház egésze Krisztus megváltói művét folytatja, és ebben az egyik legfontosabb feladat a tanítás. És aki tanít az egyházban, nem csak teológiát, nem csak hittat, hanem bármit. A szülő, amikor emberségre tanítja a gyermekét, vagy hivatásszerűen a pedagógus rábízottakat, akkor Krisztus
legszorosabb értelemben vett munkatársa részesül az ő tanítói tevékenységéből. Feladatát tovább viszi a történelemben. Az egész egyház és egyesek pedagógusok külön is. Tehát egyrészt szerénységünk mellett azt állíthatjuk, hogy Krisztus munkatársai vagyunk, jobban, mint sokan mások. Ez nem megkülönböztetés negatív értelemben, főleg mások felé, de egyfajta igazi öntudatot, identitási tudatot. De nem csak erről van szó, hanem éppen látva, hogy Krisztus behelyettesíti magát mindenkivel szemben, mindenki helyére, aki szemben, ismerjük az irgalmasság lelki cselekedeteit is. Magyarul azt is mondhatjuk, hogy megint öntudatunkat erősítve szerénységünk tudatában, hogy nem csak Krisztus munkatársai vagyunk, hanem Krisztus tanítjuk. Mert bizony, amikor a legtehetségtelennebb, legtűnőbb, a legbutább, ha ezt iszi szempontból nem is hangoztatjuk, vagy ha a legnehezebben nevelhető, vagy a leghalmozottabban, és a többi problémás gyermekkel, fiatalban találkozunk, és azt neveljük, tanítjuk, akkor legalább nekünk eszünkbe juthat, mert tudatosulhat, hogy Krisztust tanítjuk, Krisztust neveljük. Azt hiszem, hogy ez a két szempont bőven elég anyagot ad megfontolásra, elmérkedésre, hogy tegyünk, és identitáson tudatosítására, hogy mik vagyunk, kik vagyunk. És ráadásul elmondhatjuk azt is, hogy nem csak Krisztus munkatársai vagyunk, nem csak őt tanítjuk a munkánk folyamán, hanem mindannyian, és nem csak a katolikus iskolában, mint munkahelyen, hanem az életben, az egész életben, az ő iskolájában jár. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedésünk elviselésére. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztaláshoz. Jézusunk, te mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Áradj szent lelkedet konferenciák minden előadójára, szolgálójára, szervezőjére és résztvevőjére, hogy életünkkel és szolgálatunkkal megdicsőítsük a mennyei Atyát. Kérjük, Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elmúlt testvéreink elnyerjék ígéreteit teljesülését. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
kedves iskolanővérek, kedves pedagógus kollégák, intézményvezető! Nagyon nagy tisztelettel és mély meghatódottsággal köszöntöm Önöket két napos konferencia rendezvényünk alkalmával. Itt az egykori Csamád vármegye székhelyén, Makó városában. És talán nincs is olyan messzire Makó Jeruzsálemtől, ha határon innen és túlról érkezve, már a reggeli órában együtt ünnepelhetünk a személyesek keretében. 800 éves történelmi múltú városunk sok viszontagságot megért, népcsoportok túlásait, éghajlati viszontagságokat. 320 évvel ezelőtt mégis újra telepítésre került. Élni akartak itt az emberek. És ebből több mint 100 éve vannak jelen településünkön, szolgálatainkban az iskola nővérek. Sok-sok viszontagságot megélnek ők is az elmúlt évtizedek alatt. De ahogyan a szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol, úgy a megpróbáltatások idején is Istenben, Isten meghívására folyamatosan válaszolva maradtak meg városunk közösségében, szolgálva az ítélőket. Istennek legyen hálájuk. Ahogy az alapító Terézia anya mondta, Isten minden művel lassan és fájdalmak közt halad előre, de aztán annál biztosabban áll, és annál pompásabban virágzik. Hogyan is halad előre az elmúlt 100 év alatt az iskolanővérek szolgálata itt városunkban? 1910. augusztus 27. Csernek János Csanádi püspök és az akkori belvárosi Kémános Kajzerben Lajos kérésének négy iskolanővér érkezik a városunkban. Oktatói nevelői munkát végeznek, és szociális tevékenységet is folytatnak. 1948-ban nagy szomorúságra államosítják az egyházi iskolákat, és a Szent István téri iskola is hívják. 1950-es szétkozott állam és egyház közötti megegyezésben csak Debrecen és Budapest kapott engedélyt iskolanővér irányítás alatt gimnáziumok megnyitására. Sokat kellett a búzamagnak a föld alatt lennie. 1989-ig. Ebben az évben is Katona Pál esteres egyházi kezelésbe kéri az államosított Szent István téri iskolát. Majd 1990. novemberében az akkori polgármester levélben meghívja az iskola nővéreket a Szent István téri iskola vezetésére. Az ezt követő évben, áprilisban már testületi döntés születik arról, hogy egyházi kezelésbe adja az iskolát a város. És május 23-a 1991-ben örökülnek mind az iskola nővérek, mint pedig a város életében. Gyulai Endre mennyis püspökön is alapító levéllel hitelesíti, szentesíti az egyházi iskolát. És szeptember 1-ével ebben az évben újra nyithatja és megnyithatja kapuit az iskola Aliz nevén vezetésével. Immár 25 éve meghatározott közösségünk oktatási nevelési intézménye városunknak, ahogyan mi hívjuk, a szívünk. Meghatározó, mert itt, ahogyan valószínűleg Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Nagybecskereken és a tantestületen Nagybecskereken is, a tantestületek arra törekszenek, hogy a templom szelleme jelen legyen az iskolában. Hogy a szülők ezen iskolákat úgy tekintsék, amely a családdal, a szülőkkel karöltve változik, a gyermekek teljes személyiségének, boldogságának a kiépítés. Az iskola nővérek konstitúciójának gondolatával mindez így fogalmazódik meg. Számomra a nevelés azt jelenti, hogy az embereket, mint Isten teremtményeit és képmását teljes kibontakozásokhoz segíti. És képessé tesszük arra őket, hogy bevessék adottságot
önök, akik most itt jelen vannak, a legnemesebb és egyben a legnehezebb szolgálatra vállalkoznak. Ezért csak hálával és köszönettel tartozik Vás. Tisztelt jelenlévők! Személyesen is betekintést nyerhettem az iskola nővérek és az önök munkájában. A budapesti, a debreceni, a szegedi és természetesen a makói és az elmúlt néhány hónapban a nagybecsületű intézményükben is. Az itt szolgáló szerzetesi és világi munkatársak fáradhatatlan és elkötelezett nevelésében, oktatásában. Karitatív tevékenységével, a magyar identitás megőrzésének békés harcosaival találkozhattam. Az iskola nővérek önökkel együtt ma is teszik a dolgokat. Itt városunkban is, immár 106 éve. A legtöbb mégis úgy gondolom, amit pedagógusaikért, tanítványaikért, szüleikért tesznek, az az, hogy imádságaikban hordoznak bennünket minden nap. Higgyék el. És mit kaptam én a személyes életemben az iskolanővérektől? Nos, egy igaz és hű keresztény testvéret. Egy szerzetes nővért, aki imádban hordoz nem csak engem, hanem szolgálatomat és családomat is. Együtt és Krisztusban örök barátot kaphattam Veronika személyében, Veronika nővér személyében. Isten lehetőség és üdvözlőjük. Engedjék meg, hogy őt köszöntve születésének évfordulóján is az elmúlt napokban volt, általában a köszönetet minden iskola nővérnek a Magyarországon szóljáért, a családokat, embertársakat, a megfáradtakat, a megtörteket. Engedjék meg, hogy általam köszönjem meg mindazoknak a munkatársaknak a tevékenységét, akik az iskola nővérek által fenntartott intézményekben végzik nap mint nap szolgálatot. Tisztelt konferenciálőrző, kérem és kívánom, hogy Pulitzer József, Galamb József, József Attila, Páger Antal, Makovec Imre szülőföldjén, illetve alkotói munkásságok hazájában, itt Makó városában nagy tisztelettel köszöntsem önöket. Isten áldását kérjen a konferencia mindkét napjára, testben és lélekben, és természetesen szakmai feltöltődésben kérem és kívánom, hogy érezzék jól magukat városban. És akkor megkérném majd, hogy legyen át az önöknek hozott a